Na jó. Szerintem csináljuk. Sziasztok! Én Zalus vagyok, itt ülhetem Gáspár, ez pedig itt az IGN Start, melyben átvesszük a hét legfontosabb megjelenéseit, bemutatóit, utána Ádám triviázgat egy kicsit, majd megválaszoljuk a hét kérdéseit. Úgyhogy vágjunk is bele! Na ez a te szöveged, de most én átveszem. Nem ez a hét lesz az, amikor olyan sokat járunk majd moziba, és az egyetlen kiemelt bemutató, ami szerintem nálunk annyira nem is kiemelt, ez a Downton Abbey-nek a második része. Ugye ez egy brit sorozat alapján készült mozifilmnek a folytatása, az első az gigantikus siker lett, 13 millióba került, és valami 300 milliót hozott világszinten, úgyhogy egyértelmű, hogy folytatni kellett. Már karácsonykor be akarták mutatni, most végre eljut a moziba, és arról szól, hogy a nem tudom milyen családot, akik a Downton Abbey-ből laknak, meglátogatja a király és a királynő, és akkor erre készülődnek. Nézzük. Ugye? Arról beszélgettünk a forgalmazóval egyébként, hogy lehet, hogy ennek is Speyer Dávid fordította a feliratát, és akkor lehet, hogy bele csempészett néhány ilyen kis szófordulatot. Például, hogy uram, a vacsora tálalva. Jó van, akkor csapassuk! Na de sorozatos fronton azért lesz mit nézni. Olyan sok sorozat jön, hogy puskáznom kell. Végre, sok év kihagyás után folytatódik a Barry, a harmadik évaddal az HBO Max-re jön. Én imádom ezt a sorozatot, ugye Bill Hader a főszereplő, egy bérgyilkost játszik belőle, akit megérint a színészet. Igen, Bill Hadert nem bírom, de ezt a sorozatot. Pedig tök jó szetődő. De jó humora van. Igen. Állítólag nagyon sötét és nagyon vicces a harmadik évad, úgyhogy várjuk szeretettel. Ugye a negyedik évadával folytatódik a Mayans MC, ami ugye a Sons of Anarchy-nak a egész nagy sikert elért spin-off sorozata. Jön a Miénk a város szintén az HBO Max-re, amiről azt kell tudni, hogy David Simon áll mögötte, aki a Drót című sorozatot is megalkotta. Ez is korrupt zsarukról és bűnözőkről szól. Igen, meglepő. Aztán, amit nagyon várok, az a The Offer. Ez még csak a Paramount Plus-ra jön, úgyhogy hozzánk még nem tudom mikor fog, de majd amikor a Sky Showtime végre elindul itthon, egyszer csak. Ez ugye a Keresztapa forgatásáról szól. Erről egyébként készült egy tök jó videónk, amit majd linkelünk valahová, valamelyik sarokban megtaláljátok. Ugye tudni kell, hogy a maffia tudomást szerzett arról, hogy a maffiáról egy film készül, és eléggé bele akartak folyni, ami kisebb-nagyobb sikerrel sikerült, illetve nem sikerült, meg hát magával a forgatásokkal is gondok voltak, és ezt dolgozza ez a sorozat fel, tök jó színészekkel egyébként. Ami nem lesz ennyire vidám, valószínűleg, ez az Under the Banner of Heaven című minisorozat, ami a Hulu-ra jön. Akkor esélyes, hogy majd a Disney Plus-nak a Star csatornáján debütál. Mi ezt várom nagyon. Ugye Andrew Garfield játszik benne, az Út a vadonba írójának regény alapján készült, és hát egy elég durva gyilkosság a kiinduló pontja, megölnek egy fiatal anyát és egy néhány hónapos gyerekét, és ez ügyben nyomoz az Andrew Garfield által alakított zsaru, aki egy ilyen vallási szekta nyomára bukkan, meg egyéb dolgok, egy kisvárosi sötét titkok. Elég nyomasztó volt az előzetes, úgyhogy... És ezt nagyon várod. Igen. Mert neked nincs ez szíved, érted? Te éjjelsz sorozatokat, meg filmeket szeretnél. Andrew Garfield nyomaszthat bármikor. Végül, de nem utolsó sorban, ezt is akkor biztos nagyon várod. Befejeződik az Ozark-nak a... Azt nem szeretem. Nem szereted az Ozark-ot. Nekem tökre bejött, de sajnos az első évadban elakadtam. Annyi sorozat van. Ugye megértitek, rengeteg sorozat van, meg film van, amit nézni kell. Egyszerűen elakadtam benne, pedig tök jó volt. Minden esetre most, hogy véget ért és befejezik, így bátrabban fogom majd folytatni. Úgyhogy ezek lesznek a filmek, illetve a film, és ezek lesznek a mellette a sorozat bemutatók. Beszéljünk a játékokról. Mert hogy lesznek azok is. Nagy megjelenések nem lesznek a héten. Ez de... az én dubám, meg a te dubád. De érdekesek viszont igen. Kezdjük mindjárt rögtön egy magyar érintettségű játékkal, ugyis a Neocore Games-nek az új játéka, a King Arthur, az most fog megjelenni, ugye eddig korai hozzáférésben volt, most viszont a teljes változat ki fog jönni. Ez egy furán kifordított Arthur mítosz, ahol Avalon világát egy ilyen rontást támadja meg, és a mi feladatunk lesz az, hogy ezt elűzzük, és hát olyan figurákkal is a harcba indulhatunk, mint például Mordred, aki ugye Arthurnak a nagy ellensége.
És egy szerepjátékról van szó, természetesen a Neocore nem tagadta meg a gyökereit, ők ebben azért elég jók, és az eddig visszajelzések alapján, ugye az Early Access-ben nagyon pozitív a visszajelzés a játéknak, úgyhogy tegyetek majd vele nyugodtan egy próbát. Így mellé van benne? Szerintem van, nem? Kell lennie benne mellé. De van. Kerekasztal van? Az is van. Na, király, ki kell próbálni. Igen, úgyhogy tegyetek vele egy próbát. Vagy esetleg a Stanley Parable-nek a Deluxe Edition kiadásával, amit ugye már 3 éve bejelentettek, most végre megjelenik, és mindenféle konzolon és PC-n elérhető lesz. Ugye ez egy 2013 játéknak, ami egy ilyen nagyon mindfuck cucc. Valahol arról szól, hogy a játékos, vagy a játékfejlesztő irányítja a játékost, és ő csak egy kísérleti. Wow. Tehát ilyen nagyon filozófikus cucc, igazából az a legjobb, hogyha nem tudtok róla így előzetesen túl sok mindent, úgyhogy vágjatok bele, hogyha szeretitek az ilyen nagyon nyakateket dolgokat. De most valamit irányítani kell benne, vagy csak hogy tűnj? Igen, nem arról szól, hogy így gondolkozom a játék előbb. Van benne játék is, de egyébként rengeteg fele befejezés, és van olyan, amit 4 perc alatt végig lehet vinni. De ez csak nekem egy... való. Hát nem egy Elden Ring, de ez csak az egyik verzió. De ez csak az egyik verzió, egyébként egy tényleg nagyon, nagyon érdekes filozofikus cuccról van szó. Ami nem ennyire filozofikus, az a Nintendo Switch Sport, ami nevéhez méltóan sportjátékok kis gyűjteménye, lehet benne focizni, azt hiszem... nem is tudom, még talán... Meg gondolom, joystickot tönkre tenni a futó. Persze, igen. Most jelenleg még csak 4-5 sport van benne, de a későbbiekben ingyenes frissítésekkel jön majd golf is például, meg ilyesmi, és azt ígérik, hogy viszonylag sokáig támogatják majd. Igazából ez a Wii U-nak a hagyományét viszi tovább, ugye a mozgás érzékes joyconokkal van olyan, amikor a focis például a lábadra kell erősíteni a joycont, lesz az ilyen leg strap, és akkor azzal lehet majd focizni például. Akkor mégis a joystick gyilkos, emlékszel, C64-en volt az az olimpiai játék, akkor így kellett rángatni a joystickot, és szépen. Igen. Én Wii U-nak az éve ütöttem be tévéképernyőt, úgyhogy tudom, miről beszélek, teniszeztünk, és az új tévét sikerült. Szétvertem a csillárt, és... Nekem egy ismerősöm egy hamutartót vert bele a tévébe, vagy a monitorba, de ez nem véletlen volt. Na, szóval hát ilyen játékra is számítottak a héten. És még egy megjelenés lesz, a The Vampire The Masquerade Bloodhound, ami ugye a nagy sikerű vámpíros franchise-nak egy ilyen spin-off része. Igazából egy ingyenes Battle Royale-ról van szó, amivel vámpírokkal gyilkolhatjuk egymást Prága városába, akár egyszerre 45-en is. Ez is Early Access-be elérhető volt már a játék, szóval biztos sokan már kipróbáltatok, de most a végleges verzió is megérkezik, és elég pozitívak ennek is a visszajelzései, úgyhogy ha szeretitek a Battle Royale-t, meg a vámpírokat, akkor hajrá! Ki ne szeretné a Battle Royale-t, meg a vámpírokat? Ugye? Ja. Na, ezek voltak a játék megjelenések, most pedig átadjuk a szót Ádámnak, hogy sztorizgasson egy kicsit a hét érdekességéről. Belegondolni is hihetetlen, de már 10 éve, hogy az első Bosszúállók megérkezett a mozikba, hogy alaposan átírja azt, amit az össznépi szuperhős filmekről gondoltunk. A mozi óriási kritikai és közönség siker lett, és az MCU-ból is megállíthatatlan esemény sorozatot faragott. Ehhez nem kis mértékben hozzájárultak a stáblistás jelenetek is, hisz ezek egyikében tűnt fel Thanos is először. Igaz, akkor még nem Josh Brolin, hanem Damien Poitier megformálásában, és akkoriban a Marvelnek még nem is volt olyan nagy átfogó terve arra nézve, hogy majd az őrült titán lesz a Marvel moziverzum nagy-nagy gonosztevője, csak poénnak szánták arra utalva, hogy még Loki mögött is áll egy főnök. A másik stáblistás jelenetet Robert Downey Jr. rögtönzési mániájának köszönhetjük, aki a film fináléjában, nem sokkal azután, hogy a New Yorki csata véget ért, elkezdett poénkodni egy savarmázós helyről, amit aztán a harcban teljesen kimerült bosszúállók meg is látogatnak, hogy néma csendben majszolják a kajájukat. Ezt a jelenetet már a premier után vették fel és illesztették hozzá a filmhez poéngyanánt, és a legnagyobb érdekessége az, hogy Chris Evans azért takarja el az arcát, hogy ne látszódjon, hogy időközben már szakállat növesztett egy másik film, a Snowpiercer a túlélők viadala kedvéért. Nektek melyik a kedvenc MCU stáblistás jelenetetek? Írjátok meg a kommentek között, én most pedig visszaadom a szót Gáspárnak és Zalusnak. Köszönjük szépen a szót, Ádám, jöjjön is a kedvenc rovatunk a... Gyors kérdések, nem annyira gyors válaszok. Bejelentették, hogy lesz a Venomnak egy harmadik része? És ha igen, akkor szerintetek Toxin benne lesz a filmben? Egyértelmű, hogy lesz harmadik része a Venomnak, ugyanis a második az még nagyobb siker lett, mint az első, pedig az is elég nagy siker lett.
És hát inkább Venom 3-at csinálnak, mint egy Morbius 2-t, ami... Hát még a Venom 2-nél is rosszabb volt, meg jóval kevesebben nézték meg. Hogy a kérdésedre válaszoljunk, igen, lesz harmadik rész, és valószínűleg Toxin is benne lesz, mivel ugye Patrick Mulligan által játszott detektívnek a végén láttuk, hogy a szeme sem áll jól, úgymond. Őt is megfertőzte egy parazita. Parazita? Nem parazita, hanem egy szimbióta. És ugye a képregényekből tudjuk, hogy Patrick Mulligan rendőrből lett a Toxin, úgyhogy valószínűleg szerepelni fog Toxin a harmadik részben. Sziasztok! Szerintetek van jövője a VR-nak? Szerintünk van, Pisti és Jani tök jól csinálják, amit csinálnak, úgyhogy sok sikert nekik. Hajrá! Mit lehet tudni az Abandonedról, amiről sokan azt hiszik, hogy az új Silent Hill játék lesz Hideo Kojima rendezésében? És erről a játékról ugye egy külön videót is csináltunk, hogy micsoda félreértések, meg összeesküvés elméletek kerültek ki így, vagy kerekedtek ki így a játék köré, nem véletlenül. A legutolsó hír az, hogy ugye a fejlesztő csapat letörölte az előző tweetjeit, amiből sokan azt gondolták, hogy na, akkor kaszáltak ennek a játéknak. Nagyon bének, nem? Hát igen, igen, nagyon ügyetlenül csinálják, amit csinálnak, vagy ha nem, akkor a legzseniálisabb félrevezetés, amire... Mégis beszélünk róla, úgyhogy igen, valamit tudnak, de aztán Hassan Karaman... Ha mi beszélünk róla, akkor arról igen. Szóval, hogy Hassan Karaman az IGN-nek egy interjújában azért elárulta, hogy nem, szó sincs arról, hogy törölték a játékot, csak nagyon izgulnak, hogy fogják fogadni a rajongók, vagy hát a játékosok, és hát, hogy nem tudják eldönteni még, hogy milyen állapotban mutassák be, mert hát ők egy kis csapat, de ez egy AAA cím lesz, és nagyon jól fog kinézni. Úgyhogy most azon, és mivel koncepciót váltottak közben, ezért az összes régebbi tweetjüket letörölték, hogy tiszta lappal induljanak. Ugye elsően kezdődik gyanúsan. A játék, biztos igen. Resident Evil lesz. És hát ez mindez elég gyanúsan hangzik, az meg aztán pláne, hogy ugye van egy PlayStation 5-ös applikáció, amire azt mondták, hogy ott fog majd debütálni a trailer, ami még tavalyra volt belőve. Ez azóta sem jelent meg, viszont most azt mondták, hogy kitalálták inkább azt, hogy egy demót fognak elérhetővé tenni, ami egy 1-2 órás ízelítő lesz a játékból, cserébe fizetős lesz. Ti fizetnétek egy demóért egyébként? Ami nem hangzik túl jól, viszont azt mondták, hogy a demó után meg egy csomó trailerrel készülnek, és majd ha a teljes játékot meglátjuk, akkor el fogjuk dobni az agyunkat, úgyhogy hát várjuk, hogy eldobjuk az agyunkat. Várjuk, hajrá! A hét tényleges kérdését Zsoldos levitette föl, aki arra volt kíváncsi, hogy mit gondolunk Ezra Miller újabb ügyéről, és hogy szerintünk láthatjuk-e még őt újabb filmekben, vagy vége a karrierjének. Hát ugye Ezra Miller körül, fejek körül folyamatosan sűrűsödnek a fellegek. Néhány hét leforgás alatt kétszer is letartóztatták. Hawaii-n tombolt egy sort. Volt, hogy egy karaoke bárban kötött bele emberekbe, meg egy srácba, aki dárcozni próbált, aztán most meg valami lakógyűlésen. Hogy került egy lakógyűlésen? Hát lehet, hogy ott lakik, érted? Mondjuk én voltam már durván elharapódzó lakógyűlésen, úgyhogy ott elég kemény dolgok tudnak történni, de azért egy széket nem hajítottak senkinek a fejéhez. Ezra Miller ilyesmit csinált, és mind a két alkalommal kihívták a rendőröket, letartóztatták, aztán egy marék babért szabadon engedték. Nem is értem, hogy ilyen alacsony óvadék mellett bocsájtották szabadon, és szabadlában, és most megint szabadlában védekezhet, ha kell egyáltalán védekezni. Igen, és az van, hogy a Warner sem, bár arról szóltak a hírek, hogy azonnal ilyen gyűlést hívtak össze, hogy mi legyen ez a Miller. Nem lakógyűlést. És nem hívták meg Ezra Millert, nehogy a széket. Meghívtak volna, akkor széket tedd le. De hogy így nem látszik annak egyelőre a szándéka, hogy nagyobb retorziók lennének a Miller kapcsán, de hát nyilván ez most még függ attól, hogy mi fog történni mondjuk holnap Ezra Millerrel. Igen, mit fog tenni az Ezra Miller? Valószínűleg azért oda küldtek pár embert, hogy megnyugtassák, vagy jó, nem úgy, hogy megcsapkodják hátulról, vagy tudom én. Azt kell tudni, hogy Ezra Miller két franchise-ban is érdekelt. Az egyik ugye a legendás állatoknak a harmadik része, hogy most került a mozikba, abban egyébként elég fontos szereplő volt, de ha láttátok a filmet, akkor azért nem biztos, hogy a negyedik résznek is elengedhetetlen szereplője lesz, mert ő teljesítette, amit teljesítenie kellett, de azért persze vissza lehet hozni, nem tudjuk. Ott egy könnyen megoldása lehetne megszabadulni tőle, hogyha odáig fajul a dolog. Viszont ott van a DCEU, ami ugye pont a Flash filmre helyez új alapokat, abból azt szeretné, hogy az lenne egy új DCEU, nem is tudom, kiinduló pont, ugye Michael Keaton Batmanje is abban jelenik meg, meg megnyílnak a multiverzumok,
És hát ugye ő játsza benne Flash-t, a címszereplőt, ráadásul nem csak Flash-t játsza, hanem egy másik, egy alternatív Flash-t. Több szerepben is láthatjuk Ezra Millert abban a filmben. Nem lehet egyszerűen újra forgatni, vagy őt kicserélni valaki másra. Az a film már dobozban van kvázi, úgy volt, hogy novemberben bemutatják, ugye márciusra halasztották. Lehet, hogy részben emiatt, hogy most megvárják, hogy elújjon a por, vagy így nem tudom, elcsendesedjen ez az egész Ezra Miller körül. De egyszerűen nem lehet őt kihagyni ebből a filmből, szerintem. Most már olyan állapotban van ez a film. Ja. Én élek a gyanúperrel, hogy azért a Warnernél még mérlegelnek. Valószínűleg, ha nem muszáj, akkor azért valahol a Miller megszívta például ez a multiverzumos dologgal, mert ugye itt azért ki lehet cserélni szereplőket, hogyha nagyon-nagyon szeretnék. Jó, de most kész van a film, azt nem lehet megcsinálni, hogy azt akkor nem. Újra forgatjuk az ő jeleneteit, mert gyakorlatilag az egész filmet nem, de a végéhez azért hozzátolhatunk. Igen, a végén úgy meg lehet tőle szabadulni, hogy hirtelenében megjelenik egy másik színész, hogy mostantól ő a Flash, és mindenki rácsodálkozik, aztán happy end. Ilyen szempontból szerintem valószínűleg ilyen utolsó figyelmeztetéseket kaphat, hogy kapja össze magát, mert különben el fogják kaszálni. És azért Hollywoodban nem kell sok, hogy félre rakja. Igen, ott van ugye Johnny Deppnek az esete, aki ugye most tárgyal ugye volt felesége kapcsán. Őt ugye nagyon hamar elkaszálták, és ezzel kapcsolatban ugye most vallott, és hát még néhány évvel korábban történt ez a dolog, amikor még a Me Too még eléggé napirenden volt, ezt a vallomásába is belefoglalta, és hát ugye évek óta már ugye feleségverő hírében állt, ezért a stúdió úgy döntött, a Disney stúdió, meg utána többi is, hogy biztonsági játékot űzve, inkább azt mondják, hogy nem, most nem forgatunk Johnny Depp-tel filmet. Ott nem esett róla szó egyébként a Karib-tenger kalózai franchise kapcsán, hogy megválnak tőle örökre, hanem az volt, hogy akkor most nem csinálnak Jack Sparrow-val filmet, hanem mondjuk egy női főszereplővel csinálnak Karib-tenger kalózai filmet, ami egyébként szerintem sehol se tart azóta se. Ja, nem hallani róla nagyon. De lehet, hogy ez egy jó hír igazából, mert lehet, hogy megvárják, hogy mi lesz ennek a pernek a vége, és hogyha mondjuk Johnny Depp megnyeri a pert, Amber Heard szemben, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy na, reaktiválják Jack Sparrow-t. Magán, mert azt látják, meg azt mindenki látja, hogy Jack Sparrow mögött azért elég sokan állnak. Elég nagy támogatottságot élvez. Igen, és hát elég durva a részletek jönnek a tárgyalásról, tehát csak fogjuk a fejünket, hogy milyen dolgok. Nyilván egyébként Depp sem makulátlan. Nem mondhatjuk ki, ugye hallottunk meg, olvastunk vele kapcsolatban még jóval ezelőttről még elég súlyos dolgokat, hogy szállodaszobákat vert szét, meg így drogozott, úgy ivott, meg mindenféle egyéb tudatmódosító szerekkel élt. Ezeket nem tagadta egyébként most sem, ez nála egy menekülés volt, meg hogy rossz családból származott, ezt is előadta, és ez is hatással volt rá. Nem tudhatjuk, hogy ott mik zajlottak a hitvesi ágyban, meg az árt ajtók mögött, ugye egy-két felvétel kiszivárgott, amik más megvilágításba helyezik az ügyet, ugyanakkor megláttunk SMS-eket is, amiket Paul Bettany küldözgetett a feleségéről, azok is elég durvák voltak, úgyhogy nem lehet most még ítéletet mondani, várjuk meg, hogy mi lesz a per vége. Szerintem a stúdiók is így vannak ezzel. Ami az Ezra Miller ügyet életi, az pedig, hát nem tudom, hogy eljut-e a bíróságig, de az biztos, hogy alaposan meg kell mosnás rászak a fejét. Igen, és ha valószínűleg nem módosít ezen a jó szokásán, egy hetente bekerül a börtönbe, akkor valószínűleg őt se látjuk sokáig a filmvásznon. Így van. Írjátok meg, hogy ti hogy vélekedtek erről az ügyről, Ezra Miller, illetve Johnny Depp ügyében, elolvassuk a kommenteket. Levinek nagyon szépen köszönjük a kérdést, természetesen ajándékot küldünk neki az IGN Shop jóvoltából, méghozzá ezt a PlayStation-ös bögrét, és hát ne legyél Johnny Depp Levi, úgyhogy kávét, teját, ilyeneket tarts benne lehetőleg. De egyébként nézzetek fel a shopra, ugyanis most rengeteg akciónk van, One Piece-es, Marvel-es, illetve könyv és dekor akciónk is, úgyhogy biztos, hogy találtok kedvetekre valót. És mindenkinek nagyon szépen köszönjük a kérdéseket, amiket továbbra is várunk ez alá a videó alá, a hét kérdése hashtaggel. Próbáljuk őket megválaszolni, amennyire tőlünk telik. Jövő héten pedig újra találkozunk, addig is sziasztok! Sziasztok.